Itt vagyunk a Gyergyó Szentmiklósi Népművészeti Alkotóházban. Köszöntöm Puskás Enikőt és Dangu Ervint, akikkel egy kicsit a Gyergyó Szárhegyi és a Gyergyó Ditrói farsangi szokásokról fogunk egy picit beszélgetni. Arra kérlek benneteket, hogy arról meséljetek, hogy mondjuk kezdjük Ditróval. Milyen farsangi szokások jellemzőek Ditróra? Tisztelettel köszöntök mindenkit. Puskás Enikő vagyok, a Ditrói Hagyományőrző Csoport vezetője. 2010 óta foglalkozok én a néphagyomány, népszokások tovább éltetésével, fenntartásával. A farsangról annyit el szeretnék mondani, hogy a környéken az egyik legrégebbi hagyomány. Régebben nagyon sok nézőt vonzott a ditrói farsang, mivel a környező településeken nem volt, így autóbuszokkal érkeztek Remettéről, Szárhegyről, Gyergyóból, és még más településekről is, hogy ezt a szép hagyományt és ezeket a szokásokat, hogy átéljék, megnézzék. A jelmezről beszélnék egy kicsit, a jelmezesek, hogy milyen jelmezesek fordulnak meg. A menyasszonytól, vőlegényig, kutyafogótól. A kutyafogóról tudni kell, hogy a kutyafogó az onnan ered, hogy a királyi udvarban ők voltak azok az emberek, akik a kóbor kutyákat begyűjtötték. A jelmezük egy hétköznapi viselet, tele varva rongyokkal, kötelekkel és harangokkal. És a fő kellékük a kutyafogónak egy 2 méter hosszú bot, és a végén egy hurok. Ugyanis azzal gyűjtötték be a kutyákat. A következő jelmez, ami még nagyon fontos, a török basa. A török basa, ő az egész felvonulásnak a vezetője. A ruhája az piros és sárga, nagypocakos és ostorral elül az utat készítve a felvonulóknak. Ő a legnagyobb főszereplünk. Beszélnék az ördögről, és az ördög legfontosabb kelléke a skorpió. Most azt... Nyugodtan mutassuk meg, ez egy ilyen ollószerű szerszám. Igen. Ez egy nagyon rég készült, nálunk skorpiónak hívják, hát a fiúk biztos jobban tudnák működtetni, de ez egy ilyen, hogy... És messziről meg lehet csípni vele. Igen, ezzel próbálják ijeszgetni a... Tessék, nyugodtan ki lehet próbálni, lehet gyakorolni, és valamint az ördög állarca. Uh-huh. Nem utolsó sorban hagytam a török jelmezt. A török jelmez ugyanis egyedi, és csak ditrói. Ez azt jelenti, hogy a ditrói önkormányzat most 5-6 éve le is védte ezt a jelmezt, úgyhogy csak ditróiak használhatják. Az ők jelmezük, most már lentről kezdem, a székely csizma, és a régebben a népviselethez tartozó székely szoknyát összevarták a nők, és majd elmondom azt is, hogy miért, összevarták, és azt húzták fel. Valamint fontos szerepe van a hárászkendőnek, amit átlósan tesznek fel, valamint egy karmantyú, azt nagyon régen múzeumokban is most már lehet látni egyre gyakrabban, hogy a népviselethez tartozó többszínű karmantyút készítettek, és az állarc. Az állarcról annyit, hogy ezelőtt kemény kartonból készítette mindenki saját magának, és anyukától, nagymamától csend kendővel díszítették. Most már, mivel az kartonállarcnak az volt a hátránya, hogyha az időjárás eső meg havazás, akkor elázott. És viszont az 2-3 évente újra kellett készíteni. Most egy ügyes fiatal Csibi Hunor készíti bőrből, ami tartósabb, kényelmesebb, melegebb. És valószínűleg szebb is. Szebb is, igen. Mert jobban formázható az arc után. Valamint a fő kelléke az ostor. Arról mit tudunk, hogy ezek a szereplők hogy kerültek be a néphagyományba, vagy honnan erednek? Hát a legtöbb szereplő, én ahogy látom, hogy örökölt. Vagy nagyszülő, vagy nagybáty, vagy testvér. Általában ezek a
ezek az emberek, fiatalok kerülnek be, vagy olyan, aki nagyon fontosnak tartsa, és nagyon, nagyon értékesnek, és szereti is. Na, alig várják, hogy farsang legyen, mert akkor, mivel hogy állarcban vannak, így kevésbé felismerhetőek, és akkor olyan személyeket is, főleg az ördög közelít, meg olyan személyeket is, akit a hétköznapokban távolabb vannak egymástól, és így ilyen játékosan próbálják megközelíteni. Mekkora a csoport, aki ezeket, ezt az egész farsangot végigviszi, a hagyományos részét? Az 40 és 50 között mozog, ugyanis részt vesznek a faluba a dalcsoport, aki a felvonulás alatt énekszóval szórakoztatja a közönséget. Ervin, Szárhegyen ugye a bőgő temetés a szokás, erről mesélj nekünk egy keveset. Én is nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Hát a mi történetünk az nem annyira régmúlt időkre mutat vissza. A gyergyószárhegyi farsangi hagyományoknak rekonstruálása 90-es évek végén történt meg. Akkor alakult meg egy hagyományőrző csoport, ez a Cika hagyományőrző csoport, akik a népzene, a néptánc tanulása és tanítása mellett foglalkoztunk természetesen különböző néprajzi szokásokkal, népi szokásokkal, és ezzel együtt a farsang szokásával is. Számukra nagyon furcsa volt az, hogy ha szeretnénk látni egy farsang temetést, egy igazi farsang temetést, akkor nekünk Ditróba be kell menni legközelebb, és azt megnézni. Nem ez volt a furcsa, hanem az volt a furcsa, hogy nálunk miért nincs. És akkor ezzel elkezdtünk foglalkozni kicsit komolyabban, szóba álltunk idősebb emberekkel, már nem ér közöttünk egy idős néni, Korpos Ferencné, Kovács Ágnes néni, ővel beszéltünk nagyon sokat, vagy Keresztes Rózsi például, aki neki közeli barátnője volt, és mint kiderült, ők fiatalkorukban igencsak aktívan részt vettek ezekben a fiatalos megmozdulásokban. Hát ők nagyon sokat beszélgettek a régi hagyományokról, és egyszer csak úgy elejtették, hogy bőgőtemetés. Ennek írásos emlékét mi nem találtuk Gyergyószárhegyen, sajnos. Szerintem az lehet a leginkább az oka, hogy Gyergyószárhegyen a polgárosodás miatt, ugye közel van a városhoz is, meg hát eleve a Lázár kastély udvartartása révén, gondolom, polgárosodott jobban a közösség, és ez ugye a néprajzi hagyományok elvesztését idézte elő, nem teljes mértékben, de elég nagy fontossággal. És akkor eljutottunk egész odáig, hogy bőgőtemet, és erről kezdtünk el beszélgetni. Majd kerestünk régi fotókat. Vannak 42-ből vannak sorozatban farsangos fotóink. Onnan derült ki, hogy a farsangos csoport, a gyergyószárhegyi farsang temetők a templomban szentmisébe kezdtek, onnan levonultak a pap udvarába, a plébánia udvarába, és ott tartottak egy nagy mulatságot, a pap vendégelte meg őket, és ott lehet látni különböző olyan jellegzetes figurákat és maskarákat, amelyek használatosak voltak Gyergyószárhegyen. És melyek ezek? És itt mondanám is, a fordított viselet, ugye a férfi a női viseletbe is is fordítva, aztán az orvos, a borbély, a cigány, az mindenképpen sose hiányzik, és nagyon, nagyon szép fotót találtunk 42-ből, a zenészek is vannak a csoport mellett. Két egylet végzi ezt a tevékenységet, két egyletről beszélünk, a Kalott és a Kaláka egyletről. Őket Csergő Magda akkori tanító vezeti, látszik, hogy ő van a fotónak a közepén, a két csoport közepén, és nagyon fontos, hogy a jelmezek sorában és a maskarák mellett, tehát a csoport mellett láthatóak a zenészek. És itt találtuk meg az ütőgardony például, amire azt mondták régebben, hogy nem létezett Gyergyóban, ott van bizony ütőgardony, és cigányzenészek.
utána is jártunk a zenészeknek a neveiket, majd megtudtuk, és stb. Stb. Na most ez a bőgő temetés, mert egész Székelyföldön nem használatos, és nem volt ez szokás, ezért engem roppantul izgatott ez a téma, és én utána jártam, hogy mi is lehetett. Csonka Magyarországon mai napig, ha bejutjuk akár már az internetre, és ha bejutjuk, hogy bőgő temetés, rengeteg információt kiad és képet, hogy kis Magyarországon mai napig is létezik a bőgő temetés hagyománya szokása, és több mint valószínű, hogy a gyergyószárhegyi, mivel hogy kicsit más szeretett lenni, mint a többi gyergyómedencei falusi, vagy urizálásból, vagy pedig egy idegen szokásnak az átvitel. Átvette uh-huh. valószínűleg ezt a szokást, ezt a hagyományt, és így honosodhatott meg a bőgőtemetés hagyoma szokása. A bőgőtemetés lényegében csak annyiból áll, hogy egy nagybőgőt elkísérnek pap, kántor, minisztráns, és egy rendes temetési szertartást bonyolítanak le, ahol a főszereplő a pap. Na most én a Székesfehérváron talált székesfehérvári gyűjtésekből és leírásokból egy tűzoltó farsangi, konkrétan egy tűzoltó farsangi bálnak a leírását kutattam, olvastam el, és abban szépen leírja, hogy a bőgő temetés hogyan zajlik. Mit mond a pap, mi a szerepe a papnak, a kántornak, a siratóasszonyoknak, és gyönyörű szépen látszik, hogy a pap a főszereplő, és a pap az aktuális, abban az előző évben közismert személyek negatív pontjait sorolja fel a pap vicces formában, és ez kötelező volt elfogadni az előjáróknak, a közéleti személyeknek. Ebből tudnál idézni esetleg? Most így szó szerint idézni nem tudok, de az biztos, hogy legelső a bíró volt mindig, a jelenlegi polgármester, és akkor a papot is kifigurázták, ha kellett, akkor az összes közéleti személyt, akkor úgy hívták, hogy hát, hogy a bíró szolgák, de hogy most mit tudom, tanácsosoknak nem. Lényeg az, hogy a közéleti személyeket figurázták akkor ki, és ennek fele valóság volt. Tehát vicces formában megfogalmazott valóságok, amire az illető személynek érdemes volt figyelni, hogy min kell javítani a következő esztendőben. És akkor ezt szépen átültettük, a bőgőtemetés hagyományát átültettük úgy, hogy most már szervezettebb formában a papnak szöveget adtunk a szájába, énekeket tettünk bele, Gyergyószárhegyről gyűjtött népdalokat tettünk bele, és akkor így szépen állt össze a gyergyószárhegyi bőgőtemetés hagyománya. Ez, mondom még egyszer, hogy ez több mint valószínű, hogy átvett hagyomány. Amiről van viszont nagyon-nagyon sok emlékünk, akár írásbeli és fotó és nagyon sok szájhagyomány útján felgyűjtött emlékünk, a Konckirály Cibrevajda verekedése. Ezt ugye nagyon sok helyen megemlítik, de Szárhegyen a Szármányhegyi kápolnához kötődik ez a szokás. A gyerekeknek mindig azt mesélték be, hogy Konckirály és Cibrevajda megküzdenek húshagyó kedden éjszaka éjfélkor, amit meg kell nekik lesni, mert ilyenkor szétdobálnak rengeteg bicskát. Ugye hát régi, nagyon régi világban a bicska az egy óriási nagy érték volt itt Székelyföldön, természetesen Szárhegyen is, és ezért a gyerekek nagy figyelemmel követték ezeket a meséket, hogy az öregek ahogy meséltek, hogy Konckirály és Cibrevajda verekednek. Cibrevajda fogja legyőzni Konckirályt, még ezt is elárulták, hiszen ezt tudjuk, hogy Konckirály jelenti a farsangi időszakot, Cibrevajda pedig a nagybőti időszakot. Ennek így kellett lennie. Ennek ezt így kellett lenni, viszont egy annyira titokzatos és annyira félelmetes hely a Szármány kápolna éjfélkor, hogy egyértelmű, hogy egy gyerek sem mehet kimenni, kilopózni sem. Úgyhogy ez soha nem tud a gyerekek számára kiderülni, hogy akkor tényleg megtörtént ez a verekedés, és egy gyönyörű szép ilyen misztériummá vált ez a dolog, és mi ezt is próbáltuk előadni a farsangolókkal közösen, amikor vonultunk végig az utcán, akkor beöltöztettünk Konckirálynak egy személyt, Cibrevajdának, és lejátszottuk ezt a verekedést, sőt, olyan esztendő is volt, hogy vettünk rengeteg bicskát a piacon, kínaiaktól, ilyen kis bicskákat, és tarisnyába tettük, és azokat szétdobálták a főtérben, amikor verekedett Konckirály és Cibrevajda, tehát nagyon-nagyon szép hagyomány lett belőle, és azt gondolom, hogy Gyergyószárhegyen így kezdett visszaerősödni ennek a farsangtemetésnek a hagyománya. Még egy jellegzetes témát szeretnék mondani, ami nagyon fontos, és erre nagyon sok öreg kitért, a Szegény Lázár története. Ugye ezt hívják más helyeken Ördögbetlehemesnek, és nagyon sok fajta elnevezése van. A Szegény Lázár történetét a farsangolók, akik végigvonultak az utcákon, házalva, néhány helyen be is mutatták, gazdagabb helyeken.
A szegény Lázár beült az bebújt az asztal alá, és akkor itt voltak, ez egy dramatikus játék, és oda-vissza válaszok voltak, az asztal mellett ülők válaszoltak, ugye szegény Lázár kér, könyörög, ételér, és elutasítják, stb. Stb. Hát ismerjük ennek a történetnek a végkifejletét. Úgyhogy ez a szegény Lázár történet, ez Szárhegyen mindenképpen szokás volt, ez a dramatikus játék, és elő is adták. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a legnagyobb erősségei a gyergyószárhegyi farsangi hagyományoknak. Az tudnivaló, hogy azóta a Cika hagyományozó csoport tevékenységei révén egyre jobban erősödött ez a hagyomány. Ma már úgy ismerik, hogy Gyergyószárhegyet már úgy emlegedik, hogy a bőgőtemetés faluja. És hát bekapcsolódtunk mi a megyei rendezvény sorozatba, a megyei farsang temetés sorozatában, minket akkor bevettek, szakmailag persze meg kellett felelni, ezeket el kellett mondani, bemutatni, stb. És akkor így bekerültük ebbe a körforgásba olyan szinten, hogy Gyergyószárhegy már kétszer volt vendéglátója, házigazdája a megyei farsangi fesztiválnak. A tavalyi esztendőben éppen a vírushelyzet előtt egy hónappal sikerült ezt megszervezzük, és elég nagy sikerrel. Amondó vagyok, hogy nézzünk is meg erről egy kis összeállítást a farsangi bőgőtemetésről Szárhegyen. Hozzátartozunk! Mondom, hozzátartozunk! Kik múlatni mindig szerettek? Tavaly óta mi történt veletek? Le vagytok szerelve, valamit egyetek? Főleg tűk, kik a testet mindjárt tovább viszitek? A kántor jó példa arra, hogy kell élni? Ma nem fogy a biztos, attól nem kell félni. Bátran emberek, közelebb kell lépni. Új pap van a faluban, el kell tőle férni. Hol a minisztrásom? Mert nekem az is van. Azt mondják a faluban, az is az én fiam. Az asszonyok a nagy tragédiát úgy várták! Az utolsó hetet végig elpegykálták! Idézek tőlem szerényen, szívesen! A nagy fájam ablomában! Te csak tudod, szolgálónő! Szerető szívünk szeretve szerette! Számunkra szomorú, szétomló szépsége. Búsan bár bérekedve baromira bőgünk búcsúztatásánál birkamódra. Kegyetlen kínlódással kimászni kényszerítettél komótos kényelmességünkből. Híveim, most hozzátok
nincs-e új bögörre egy kicsi aprótok? Nincs mi? Szegény erre... a szeklény fia! Erre bezzeg nincs. Csendbe temessük-e farsang végét? Ne a rendőrség kéljen, holnap csináljon köztünk békét! Ha már egész nap a nagybőgő után mámorosan futunk, enged, hogy még kérjünk, mert azt aztán tudunk. Hogy ne tudnának! Add, hogy még 100 évig gyakoroljuk ezt a szép szokást, Tantanászé úgyis talál mindenre idejtlen kifogást! Akárhányszor leveteti helyéről a székely lobogankot, a belgő mellett Tanászénak van hely, azzal csak sporolhat. A belgő visszajöhet, Tanászé ott maradhat. Jaj, mondjam, nem áll! Mi atyám? Ki csodálkozva nézel most rám? Engedd, hogy legyen meg a mi akaratunk. Ha semmit nem iszunk, akkor itt megvagyunk. Mindjárt a bölgő mellett mi is ott heverünk. Ha egyet még töltenek, meg is részegedünk. Ha fehér népet látunk, ne tégy minket ki a kísértésnek, ugye? Ti bőgetek most. Nem kell mindenre figyelni. De szabadíts meg minket a Tanászé gáskától, s annak összes közel is távoli rokonától. Mert övék volt mindig a hatalom és a dicsőség, de ne legyen így sokáig, s akkor egy nagy like, örökké. Amen. A tévében leadják nekünk, annyi lesz. Szárhegyről is volna mit beszélni. A politikát egyszer nem is kéne emlegetni. No, ne félj meg, békélés! Elment az a vonat! A polgármesterünk is jobb, ha, hogy otthon maradt! Remélem, hogy otthon maradt! Annyit kopogtatnak mindenféle cédulával, kell beszéljek én is az elnökkel, Borboly Csabával! Nem csoda, hogy kimúltál, drága bőgő barátunk! Büszkék lehetünk, mert van már háromféle pártunk! Otthon mi várt reánk? Isten őrizzen! Neked asszon nem volt, ki téged megőrjítsen. Jó helyt vagy. Úgy kellett, a beled ne égjen. Húsvét után esment, térjen beléd a lélek.
Krisztus! Mindenre kell! Komoly beszédem csak eddig tartott! Az esti veresbor betyárul megártott! Nem Ditróból jöttem! Nem a Sri Lankáról! De valamit hallottam a Facebookos pletykákról! Elhívtatok! Jönni alig bírtam! Nem is hiszitek el, hogy a kántor az éjjel mennyit ittom! Jó! Nem is gondoltam, hogy ennyien várnak! Holnapra a pap miatt néhányan válnak! Szegény asszonyok! Hogy tűk mennyit nyitok! A nagy szerszám meghalt! Ezért így sírtok? Ne a testvívők! Menni alig tudnak! Jó mámoroson egy nagy bölgőt reggel óta húznak! Azt hiszitek, hogy itt az élet megállt? Helyette tűkbögtök, s ezért kaptok medált? Jaj, majd emlemálok! Sírjatok az élőkért! Ez befogta a száját! Gyurcsán, ahogy mondja, azt a kutyafáját! Jaj! Hogy a politikus és eszembe jutott! A nyál a szájomba, nagy csomóba futott! Nem azon kell sírni, hogy azok mit csinálnak! Ha ezt meghallják, milyen pofát vágnak! Beszédemet inkább könyörgésre fogom! Úgy jobban esik a hirtelen jött pofon! Add uram, hogy a farsang temetésnek jó vége legyen! Ne a rendőrség kérjen, holnap igazságot tegyen! Szárhegyen minden vendég finom, kenyeret egyen! S ez miatt ez a községes nehogy híres legyen! Titokban ezért elmondok egy hatalmas csodát! A tanácsosok levágtak egy nagy fekete bikát! De én egy pap vagyok, jobb, ha befogom a szájam! Holnap nem tudom aztán lenyelni a nyálam! Kérd jobb a rendőrségem! Most pedig térjünk a temetési szertartásra a legszomorúbb énekkel! Beögjetek, beögjetek! Beögjetek! Jó volt a nyele, ugye? A papra bezzeg nem kell gondolni! Gyalni alig jöztük! Pofabé! Kántor úr, térítse maga és az asszonyokkal, s a vénekkel! Asszonyom! Asszonyom! Kisirat asszonyom! A szájatokba szentelt vizet már reggel vegyetek! Hogy a hallgatás egész napülvet lejjen! Minden fehér nép csak este késő nyeljen! A pálinkás üveg legyen veletek! És a te lelkeddel! Bocsássatok meg nekik, ha minket néha anyáznak! És a te anyádnak! Most a szentelés következik! Mert mi tudunk egymásnak és éppen eleget ártani! Nem kell másnak minket jobban a sárba mártani! Sammen! Stők pedig testvéreim! Kik látjátok e megboldogult sorsának végét!
főleg az asszonyok, kik ismerték kemény végződését. Arany szájam van, mi? Arany szájú plebános ő! Imádkozzatok, hogy politikusaink becsületesek legyenek! Hogy a közemberek a hazugságokból keveset egyenek! Ne hagyjanak csurdin, mint keselyük a vadat! Lám a polgármesterünk és kopacon marad! Szegény fejem, mint iskolában a tanító, vagy József az ács, álljon mellette keményen a deák tanács. Bocsánat, négy tanács. Épüljön Szárhegy is, erről szól egy ideje a nóta. Soha ne fogjon ki, mint közbirtokosságnál az idei kóta. Csatagok zsupognak, ugye? Most úgy szépen sorba! A csengettyű is felépült, idén hála Istennek! De sok beszéd, szegénység, köszönjük a népnek! Erre csend van, mi? Béke poraira! Gondolj Bölgő Kobám Erdély fiaira! Dítróban mi a folyamata a farsangtemetésnek? Hogyan áll össze egy farsangtemetés? A farsangtemetésnek szabályai vannak. Ahogy említettem az előbb, hogy a török basa az, aki legelül megy, ő vezeti a csoportot. Utána pedig a török számtól függetlenül, hogy hányan öltöznek be, az két csoportra osszuk. Az első fele vonul fel a basa után, őket követi az íjést húzó szekeret, szekér, az ördögök szokták nálunk húzni, mivel régen ökrös szekér és szamár húzta a szekeret, csak most ezt sajnos már nem lehet kivitelezni, úgyhogy maradt az, hogy az ördögöknek beöltözött jelmezesek húzzák a szekeret. Utána megy a menyasszony vőlegény, zenészek, énekesek, a cigánylányok, és utána a maradék törökök, és a kutyafogók, valamint olyan, hogy kecske, mert még több, nagyon sok jelmezesünk van, még a kecske, vagy cipőpucoló, és a kutyafogóknak az a szerepük, hogy népiesen úgy mondom, hogy ők mérgesítik a törököket. Ugyanis a botjaikkal próbálják megakadályozni, hogy az a harsintás, vagy harsogtatás, hogy az ne sikerüljön. És van egy olyan szabály is, hogy nagyon szégyen egy töröknek, hogyha a kutyafogó elveszi az ostorát. Ugyanis, hogyha ő harsint és rátekeredik a botra, akkor nagyon könnyen ki tudja venni a kezéből az ostort. Uh-huh. Az már egy kicsit szégyen a töröknek, mert viszont elég sok könyörgés után tudja csak visszakapni, és így szoktunk Ditró fő utcáin végigvonulni. Hova megy ez a társaság? A Ferszegi csarnoktól szoktunk indulni Ditróban, és levonulunk egészen a Kultúrház parkolójába. Ott történik meg a siratás, amit idősebb asszonyok, vagy a cigány lányok bekapcsolódnak ebbe. Utána a bábut meggyújtják, természetesen közben a
az ördögök csipkedik ezzel a skorpióval. Amíg a videót néztük, Ervin azt is mesélte, igen, hogy ugye ezzel igen, a fánkot is lopták. Igen, ezzel igen, a fánkot is ellopták az ablakból. Igen. Igen. És még nagyon fontos szerepe van a halálnak. Na ő, aki az utolsó percekben kaszált fenn, és a bábú égetés előtt ő még egy kicsit játszadozik vele. Akkor a bábú hogy néz ki? A bábút azt hétköznapi ruhába felöltöztetve, kifestve, minden egyéb dologgal ellátva, húzzák végig a szekéren. És amikor meggyújtódik a bábú, akkor az egyik legrégebbi és legfontosabb a törökök tánca. Amikor a bábút meggyújtják, akkor a török basa vezénylésével a törökök összekapaszkodva körbe táncolják a meggyújtott bábút. Ezután pedig egy közös tánc, ahol mindenki táncol, és a végén, ami szabály, hogy amikor elégettük a bábút, lejárt a tánc, a mulatság, akkor tilos az ostor harsogtatása, nem szabad megszólaltatni, az már nem oda illő, mert attól a perctől beállt a bőjt. Vége van a farsamnak. Igen. Milyen csúlyogatások vannak ilyenkor? Hát a csúlyogatások azok vannak pikánsabbak, szebbek, attól függ, hogy ki mennyire merész a sirató asszonyok között. Lehetne idézni ezekből egy párat, hogy... Hát így most persze nem tíz semmi eszembe, de mert én csak levezényelem, úgyhogy nem, akkor a lányok ők tudják. Ez inkább élőben még érdekesebb, úgyhogy meg lesz tartva most is, úgyhogy el lehet jönni, meg lehet nézni maga a csőoktatásokat is, mert a csőoktatásokkal az van, hogy évről évre változtatnak rajta. Ezek mindig változnak. Igen. Uh-huh. Valami eszükbe jut, vagy valami olyan történésnek a mozzanatát beleviszik. És akkor én is sokszor meglepődök, hogy a tavaly nem így mondták, most meg így mondják, most még érdekesebb, úgyhogy ezen változó. Tehát mindig átalakul ez a... Mindig átalakul, ez a... igen. Ervin, felétek... Én tudom csőgatást, hogyha esetleg no, szükség. Jó. Ditróit is akár? Hát nem tudom, hogy Ditróban ezt használják-e, de mi amikor ezt a hagyományt kezdtük kutatni és visszarekonstruálni, akkor természetesen kértünk segítséget, szakmai segítséget néprajz kutatóktól is, jelesen Kisporti Kirénke néprajz kutatótól, akinek a segítségével nagyon sok gyergyói csőjogatást vissza tudtunk ültetni mi ebbe a farsang temetési hagyományba, úgyhogy például az, hogy ujj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 j
győzedelmeskedik Cibra Vajdán, akkor azt szokták csúlyogatni, hogy megdőlt Koncz király hatalma, mától Cibra lesz a Vajda. Uh-huh. Tehát ez jelentett a nagybőd kezdetét. Úgyhogy van nekünk nagyon sok ilyen csúlyogatás, akkor le lett jegyezve, és használatba is ültettük. Mi a folyamata a bőgőtemetésnek? Jó, akkor visszatérnék még egy annyit. Tehát a 42-es fotóról megtudtuk azt, hogy ütőgardony van a zenészeknél, tehát azt jelenti, hogy nem nagy bőgő. Tehát a bőgőtemetés igazából ütőgardony. A bőgőtemetés valószínűleg ezután került átültetésre Gyergyószárhegyen, hiszen akkor a nagy bőgőt nem is használták, hanem ütőgardony volt a cigányok kezében, mint kísérő hangszer. Úgyhogy ez egy fontos dolog, és ez ugye mondom, a papudvarán van ez a fotó, papudvara előtt, a kapu előtt. Úgyhogy még egyszer visszatérve a kérdésedre, a templomban volt a szentmise, ez direkt a Húsagyú Keddi szentmise volt, a farsangolóknak szólt elsősorban. Onnan levonultak, a papudvarára bementek, mint az imént is említettem, és akkor ott volt egy nagy kínálmáció és egy nagy mulatság. Amiután ez a mulatság lezajlott, utána kiindultak a faluba, és a faluba végigjártak az utcákon, minden utcán, hát nagyjából minden utcán, és természetesen kéregettek. Tehát voltak kéregető, főleg a cigánynak öltözött maskarásoknak az volt a feladatuk, hogy kapukon bezörgetve, akkor nem is voltak bezárva kapuk egyébként, bemenve házakhoz kéregettek. Tarisnya volt náluk, és hát ilyenkor illett adni a maskarásoknak szalonát, kolbászt és mindenféle olyan finom ellenséget, ami abban az időben nagy ellenségnek számított. Manapság ugye most már cukorkát, meg nem tudom miket várnak el a gyerkőcök, de akkor egyértelmű, hogyha valaki kapott egy darab kolbászt, az volt a legnagyobb boldogság, és a tarisznyába beletehette. Úgyhogy ez így ment végig, ezek most nagyon régi hagyományokról beszélek. Tehát végigházalták a falut lényegében, ha megkínálták őket, ezeket elfogadták, és végig mulatták lényegében a falut.
az újabb hagyományok, amikor már bekerül a bőgőtemetés is hagyománya is, most beszélek a 90-es évek végétől napjainkig, most már ugye egyértelmű, hogy a bőgőtemetésben csúcsosodik ki a farsangjáróknak a maga a rendezvénye, tehát amikor bejárták a falut, akkor a főtéren, a vásártéren, vagy pedig a községháza előtti téren, mindig kiválasztjuk a legmegfelelőbb helyszínt, és akkor ott történik maga a szertartás, a bőgőtemetés, ahol a pap végre kimondhatja azokat a kritikákat, amiről beszéltem az ismét, igen, igen. Hosszasan, és ezt illik meghallgatni az előjáróságnak főként. És erre hogy viszonyul ehhez az előjáróság? Az előjáróságnak kötelező módon úgy kell viszonyulni, hogy tárca, pohár és pálinka. Értem. És akkor, hogy történik maga a temetés? Hát maga a temetés van rendes temetési szertartás, és a bőgőt lehelyezik, tehát nem temetik el, nem teszik föld alá egyértelműen, ja. Lehelyezik a földre, és miután megtörtént maga a temetési szertartás, mondom, itt is van egyébként mindenféle szövegkönyv, meg a papnak a stólája, meg hát mindenki felkelnék itt van. Amikor lezajlott a temetési szertartás, akkor utána egyértelműen átcsap ismét mulatságba a maga az egész temetési szokás vége. Átmenjünk mulatságba, és a bőgő körül egy óriási fergeteges táncmulatsággal záródik az egész farsang temetés. Értem. Ez az a bőgő egyébként, ez ugye, az a bőgő, amit minden évben eltemetünk, csak feltámadni. Csak mindig elő kiássák. Igen. Mindenhol gondolom Ditróban is egy nagy mulatsággal fejeződik be az egész farsang temetés, tehát egy bállal akár. Igen. A felvonulás után beszoktunk vonulni a kultúrházba, és ott a felvonuló emberekkel egy közös mulatságot, egy kicsi kávé, bor, fánkot sütnek a szülők, vagy a feleségek, és ott ameddig csak bírják, akkor egy közös mulatság, és ezzel záródik le, utána ugye? Pedig egy megszokott farsangi bál szokott lenni, ami természetesen a faluból is bejönnek emberek. Az már egy kicsit szervezettebb formába szokott működni. Nálatok gondolom, hogy nálunk is, igen, itt is elmondanám, hogy rég-rég úgy volt, hogy kedden tartották a farsang temetés utáni bált, tehát kedden. Ma már másképp van. Azt megelőző szombat, ugye, mert ez a kényelmesebb, ugye ez a régi kommunista rendszer azért elég rendesen átnevelte az embereket, meg hát ugye munkaprogramok vannak, és akkor menni kell másnap dolgozni, stb. Tehát most már úgy csinálják, hogy szombatra tervezik a bált, szombat este van a farsangi bál. Ezt mi igyekeztünk egy picit átmoderálni, és ma már nekünk egyre jobban autentikus zenével tartott farsangi bágyaink vannak. Igyekszünk figyelni arra, hogy a gics zenéket, a gics táncokat, ezeket kezdtük kiszűrni. Hát ez köszönhető ismét a Cika hagyományőrző csoportnak, hiszen ők autentikus népzenével, néptánccal foglalkoznak. Úgyhogy a mi farsangi bágyainkban egyértelműen ott van, jelen van az autentikus néptánc, az autentikus népzene, de természetesen új stílusokat is szoktunk használni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hogy beszélhettünk a farsangjaitokról. Én vígfarsangot kívánok nektek. Viszont kívánom mindenkinek vígfarsangot. A műsor támogatója a Benedek Húsüzem.